Prime Minister Viktor Orbán. The floor is yours. Mélyen tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, akik ebben az izgalmas és értékes vitában megtiszteltek bennünket a hozzászólásukkal. Ez a vita túlságosan értékes volt ahhoz, hogy egy rövid egyperces kurta viszonválaszban elintézhessük a fölmerült érveket. Tiszteletben fogom tartani az időt, de kénytelen vagyok válaszolni néhány kérdésre. Először is a magyar miniszterelnök sapkáját teszem föl. Engedjék meg, hogy kifejezem a meglepetésemet, hogy annyi komoly és respektábilis ember, mint akik hozzászóltak, tárgyi tévedésekben vannak. Méltatlan volna és megalázó, nem csak önökre nézve, rám is, ha most egyenként tételesen elmondanám, hogy Schulz úrtól kezdődően kik és milyen tárgyi tévedéseket vétettek a magyar médiatörvény és a magyar demokrácia ügyében. Csak hogy világos legyen, hogy micsoda tárgyi tévedésekben vannak önök, egy példát említek meg. A magyar médiatörvényben a kiegyensúlyozatlanságot nem lehet szankcionálni, és semmilyen pénzbüntetés nem lehet ezért kiszabni. Mi ellen tiltakoznak? És sorolhatnám tovább, és tovább, és tovább. Ezért szeretném világossá tenni, hogy sajnálom, hogy önöket ilyen rútúr rászették és becsapták. És jól látom, hogy ebben a vitában méltányosságot én nem is remélhetek, hanem abban kell bíznom, hogy az Európai Bizottság képes lesz elfogulatlan és tárgyilagos álláspontot kialakítani, amit egyébként a magam részéről szívesen akceptálok. És az ismertetett eljárás szerint járok majd el. Mindazonáltal szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy értékes hozzászólásnak tartom Schulz frakcióvezető úrnak azt a gondolatát, miszerint a magyar elnökséget nem a bemutatott program, hanem a teljesítmény alapján fogják megítélni. Csak azt tudom javasolni önöknek, hogy ugyanezt az elvet alkalmazzák a magyar médiatörvényre is, amely hetek óta hatályban van. Én szívesen elküldök önöknek német nyelvű kivonatokat magyar újságokból, és meg fogják látni, hogy Cohn Bendit tüzes szónoklatai, azok ártatlan baba hangok ahhoz képest, amit a magyar újságok írnak. Ennyit a tárgyszerűségről. Másfelől szeretném a médiatörvény kritikusainak a figyelmét fölhívni arra, hogy a 21. században élünk. Hát hogyan gondolják önök, hogy Magyarországon, vagy Európa bármely országában bárki képes lenne az internet korában elnyomni a vélemények szabadságát? A magyar választási kampányban mi a választás javarészben a kontrollálhatlan interneten és a Facebookon nyertük meg. Hogy gondolják önök, hogy a 21. században lehetséges a vélemények szabad áramlását korlátozni? Meg vagyok döbbenve, hogy önök mennyire a múltban élnek. Hasonlóképpen szeretném csak érdekességként fölhívni a figyelmüket arra, hogy az önök által kifogásolt médiatörvény az 1986-os kommunista rendszerben elfogadott sajtótörvényt helyezte hatályon kívül, amely törvényben egészen addig a médiatörvényig a regisztrációból való törléssel meg lehetett szüntetni újságokat. Ezt soha senki nem kifogásolta az elmúlt 20 évben, pedig igen antidemokratikus volt. Ezért én azt javaslom önöknek, hogy ebben a médiatörvény vitában térjünk vissza a józan ész és az észszerű érvek talajára. Szeretném egyúttal önöket tájékoztatni arról, hogy szemben az itt elhangzottak véleményének egy részével Magyarországon a jogállam újraépítése folyik, tisztelt képviselőtársaim.
Szeretném jelezni önöknek, hogy bár önök erről nem folytattak vitát az elmúlt években, de Magyarországon az elmúlt években a titkosszolgálatokat politikai eszközökre használták föl, amiatt most bírósági eljárások folynak. Magyarországon a rendőrséget békés tömeggel szemben vetették be, amiatt most büntető eljárások folynak. Magyarországon meghamisították a közérdekű információkat, és ez jutott ide a gazdaságunk. Magyarországon ma a jogállam megerősítése folyik. Egy olyan jogállamot lebontó politika után, amelyet önök sose kifogásoltak valamilyen okból. Sajnos arra a következtetésre kell jutnom, a média törvényről szóló vitát hallgatva, hogy igazából önök számára nem a média törvény jelent problémát, hanem az a körülmény, hogy Magyarországon a magyar nép egy Európában példátlan összefogást hozott létre, és kétharmados többséget adott egy politikai erőnek. Ez kétségkívül izgalmas és érdekes kérdés, és meggyőződésem, hogy ezt Európa javára lehet használni. Miután Lambsdorff úr személyes megjegyzést is tett, engedjék meg, hogy erre is válaszoljak. Tisztelt Lambsdorff úr! Úgy beszélek önhöz, mint európai az európaihoz. Mint egy magyar beszél a némethez. Az önök médiatörvénye egy jottányit sem demokratikusabb, mint az új magyar médiatörvény. És ha ő ezt kétségbe vonja, akkor kérem, tárgyszerű vitában tegye ezt meg. És nem fogadom el sem a németektől, sem senkitől, hogy csak azért, mert mi diktatúrában éltünk 40 éven keresztül, most bárki megkérdőjelezze a magyar nép demokratikus elköteleződését. A médiatörvény. A médiatörvényt természetesen lehet és kell is kritizálni, és én ezt természetesnek teszem. De nem lehet sértegetni egy nemzetet. És szeretném világossá tenni, hogy a magyar nép és a magyar kormány demokratikus elkötelezettségének kétségbevonása, megsértése a magyar népnek. I must finish. What? At the end. És engedjék meg, hogy utaljak arra a hozzászólásra, amely azzal vádolta meg Magyarországot, hogy a diktatúra irányába mozdul el. Itt hallottam a saját fülemmel. Mi ellen tiltakoznak? Itt hallottam a saját fülemmel. Azzal fenyegettek, hogy diktatúra felé mozdul el Magyarország. Mi ez, ha nem a magyar nép megsértése? És ezt meg kell mondanom, a hazámat és Magyarországot itt is mindig meg fogom védeni. Ez nem médiatörvény kérdése. Ami az európai kérdéseket illeti, ha megérdik, föltenném ezt a kalapot is a fejemre. Fontos kérdésnek tartom. Fontos kérdésnek tartom a bond market kérdését, amit Verhofstadt frakcióvezető úr vetette föl. És szeretném elmondani, hogy a bond market kialakulását a magyar elnökség szükségszerűnek és hosszú távon elkerülhetetlennek látja. Ezért mi azokat az európai politikákat, amelyek e felé terelik Magyarországot, az Európai Unió eurón belül lévő tagállamait, az egész Európai Uniót, azt mi támogatjuk. Egyetlen dologra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy arról győzzük meg a saját kormányainkat, a nemzeti kormányokat, hogy az euróbon piac megteremtését azt ne használhassák fel arra, hogy megspórolják a strukturális reformokat. Ezért először meg kell tennünk a strukturális reformokat, és utána azt gondolom, hogy a bond market bevezetése az lehetségesé válik. Ami a tunéziai ügyet illeti, szeretném jelezni önöknek, hogy állandó egyeztetésben vagyunk a külügyi képviselettel, és Európán kívül is minden demokratikus törekvést és mozgalmat támogatunk,
és ezt a külügyi képviselővel egyetemben kellő súllyal világossá is fogjuk tenni. Ugyanakkor ezt a kérdést nem lehet szembeállítani a keresztény üldözés világszerte megmutatkozó példáival. Mind a két dologra szükség van. Tisztelt hölgyeim és uraim! Végezetül több olyan hozzászólás is elhangzott, amely amiatt aggódott, hogy a magyar elnökség viharos kezdettel indult, és ez hátrányos lehet az Európai Uniós elnökségünkre. Én szeretném önnek elmondani, ez csak önökön múlik. Mi a magunk részéről és én személy szerint is készen állok arra, hogy a magyar elnökség idején a két szálon haladó vitát, annak mindkettőjét figyelemmel kísérlem és életben tartsam. Ha tehát önök úgy gondolják, hogy a magyar elnökség ideje alatt önök Magyarországról is akarnak vitatkozni, meg az Európai Uniós politikáról is akarnak vitatkozni, akkor szeretném jelezni, hogy mi erre készen állunk. És mi a legkevésbé sem tekintjük ezt a helyzetet kényelmetlennek. Nem örülünk természetesen. Nem örülünk, hogy Magyarországgal szembeni kritikai vélemények összekeverednek európai politikai kérdésekkel. De nem tekintjük a helyzetet természetellenesnek. Európában is demokrácia van. Demokratikus vitákat folytatunk. Sose gondoltam, hogy a magyar elnökség az egy szimpla diadalmenet lesz. Mint egy szépségverseny, amikor a modellek kivonulnak. És mindenki csak tapsol. Ezt sose gondoltam. Tisztában vagyok vele, hogy komoly politikai vitákat fogunk folytatni. Én erre készen állok, bármilyen tárgyról is legyen szó. És szeretném önöket biztosítani arról, hogy Magyarországnak és a magyar elnökségnek van elegendő ereje ahhoz, hogy mind a Magyarországról, mind az Európai Uniós kérdésekről folyó vitát kellő súllyal, kellő erővel végigvigye. És bennünket semmilyen belpolitikai vagy magyar ügyet érintő támadás nem fog eltéríteni attól, hogy az Európai Uniós programunkat és prioritásainkat végigvigyük, és sikeres elnökségünk legyen. Nekem az a célom, hogy a legnehezebbnek ígérkező Európai Uniós fél évből az Európai Unió egyik legsikeresebb fél éve legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dziękuję, panie premierze, za przemówienie. Proszę państwa. Moment.